A miniszterelnökség 2022-re hirdetett Tamási Áron emlékévhez csatlakozott a dombovári székelykör is. Ennek jegyében számos író és költő munkássága elevenedik majd meg a következő hónapokban a Földi István könyvtárban. Mai este a második rendezvényünk annak a sorozatnak, amelyet terveztünk Tamási Áron évtiszteletére. Az volt az elképzelés, hogy minden hónapban egy neves erdélyi költőíró munkásságára szálljuk az estét. Nemrégen volt ugye a nyitóestünk, ahol Tamási Áronról Markovics Magdonat tartott egy előadást. Most Kányádi Sándorra gondoltunk. Nem véletlenül Kányádi Sándor többször volt Dombováron. Nagyon sok embernek személyes kapcsolata, ismeretsége van. Többször volt itt a gyerekeknek is verseket mondott, tehát igazából nagyon kötődünk még Kányádi Sándorhoz. És az ő lelkülete, az ő munkássága, az ő költészete, haza szeretetről, a szülőföld szeretetéről szól, és erre nagyon nagy szükség van a mai világban. A dombovári székelykör nem ápolt személyes kapcsolatot a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth Díjas erdélyi magyar költővel. Amikor mi megalakultunk, akkor oly már nem járt ilyen hosszabbutakra, és nem sokra rá meg is halt, viszont nekem személyes kapcsolatom volt, mert amikor először mentem Erdélybe Szeverin Ferenc szervezésébe egy buszos kiránduláson, akkor az a megtiszteltetés is élmény volt, hogy a házsongárdi temetőben a mi idegenvezetőnk Kányádi Sándor volt. Hatalmas élmény volt, megmutatta az irodalom nagyjainak a sírhelyeit, meg történelmünk nagyjainak a sírhelyét, és minden egyes sírhelynél egy külön irodalomóra volt, ami nem volt sok, hanem inkább azt mondja, az ember szívta magába a kultúrát, és Kolozsváron ő volt a mi idegenvezetőnk, csak egy érdekesség, hogy akkor a busz mindig követte egy különleges autót. Nagyon fontos a művészet a léleknek, és elég komoly munka folyik a Bokonyai Székelyek Országos Szövetségében, hagyományőrző munka. Mi úgy gondoltuk, hogy mi is valamennyit, amennyire tudunk, hozzáteszünk, de én úgy gondoltam, hogy az irodalmat kell az embereknek megmutatni, hogy nagyon keveset olvasunk, nagyon keveset tudunk, és a léleknek nagyon kell az irodalom, nagyon kell a lelassulás, az elgondolkodás, úgyhogy minden hónapban egy estet erre szánunk. Terveink között van, hogy Földi Istvánról is megemlékezünk egyik este. A hónapról hónapra tartott előadások alkalmával mindig mást kér fel a szervezet az est megtartására. Ezúttal Magyarfalviné Haszonics Krisztina mesélt a nagy érdeműnek személyes élményeiről is, a többek között Kölcsey emlékplakettel is díjazott költőről. Én Kányádit nem csak mint költőt, nem csak mint az erdélyi magyarságnak a legjelentősebb költőjét, legalábbis a 20. századból, nem úgy szeretném bemutatni, hanem mint embert. Ki ez az ember, aki mögötte áll? A versekből megismert sorok mögött kihúzódik meg. Mi az, ami neki fontos volt? És egyébként is az az egyik legfontosabb, szerintem én nagyon tisztelem őt, és volt annak idején lehetőségem személyesen is találkozni vele, sőt, együtt utaztunk Budapestről Dombovárig, és az az egyszerűség, és az az elkötelezettség, egy olyan erkölcsi tisztaság az, ami mögötte van, hogy ezt nem feltétlenül tudja és ismeri mindenki. Az ő kitartása az, hogy Erdélyben megmaradt akkor is, amikor fél száz író áttelepült Magyarországra az ottani diktatúra elől, és ő akkor is kitartott, mert hogy szüksége van rá az embereknek. Aztán az, hogy a gyerekekkel, a közönséggel hogyan találta meg a hangot, hogy soha nem utasította vissza a közönségtálkozókat, sőt, fontosabbnak tartotta, mint a leírt szavakat. A közönség találkozókat. Az irodalmi estre érkezők azon felül, hogy megismerkedhettek Kányádi Sándor életével, a műveiből is hallhattak egy-kettőt. Igazából nagyon nehéz dolog volt, mert annyira jók a versek, és annyira tartalmasak. Vagy nagyon hosszúak, vagy nagyon rövidek, de abban mondjuk egy 3 sorba, vagy 4 sorba is rengeteg mindent mond el. Nehéz volt a választás, hát majd remélem, hogy belefér, hogy ne csak egyet, hanem egy párat felolvassunk itt a mai este. Krónikás ének természetesen, aztán a küküllőről szóló versei, ami ugye az otthonról szólnak,
Hát és ezen kívül még nem tudom, majd egy kicsit az is adja, hogy a közönség hogyan reagál, és mit hogyan fogad. Nyilvánvalóan a legfontosabb, valaki jár a Fákhegyén, Sörény és Koponya, amik amúgy kötet címadó versek is, nyilvánvalóan azok is szerepelni fognak, ha belefér. A következő irodalmi est a Dombóvári Székelykör szervezésében még várat magára a nyár miatt. Előreláthatólag szeptember végén várják majd az érdeklődőket egy újabb Erdélyhez kötődő íróval vagy költővel.